játék van, ami eredeti rock and roll-t. Egy olyan dalt, ami nekünk, és Hobónak is, még 80 éves korában is ugyanaz marad, Chuck Berry-től a Johnny B. Goode. Amikor Melville megírta a hajókat elsüllyesztő óriás bálna történetét, nem sejthette, hogy 100 év múlva a nagy fehér cet gyilkos thrash metalt fog játszani Sopronban. Jöjjön oda, amiről mindenki tud, mindenki álmodjára hajló. Következzék a Moby Dick. Túl messze ment a rock and roll srác. Annak idején szüleim szerették volna, hogyha zenét tanulok, és hát zongorázni akartak a beíratni, de zongorára nem vettek fel, hanem csak trombitára, és hát akkoriban ilyen vékony srác voltam, és az édesanyám azt mondta, hogy ott kifújjam a tüdőmet, tehát hogy arra inkább nem menjek. Zongorára meg ötszörös, vagy mit a hányszoros túljelentkezés volt, tehát oda akkoriban igazán nagyon nehéz volt bejutni. Édesapám az zenész volt, tehát ő az a típusú zenész, hogy amilyen hangszeren, ha kellett játszani, ő azon játszott, tehát így már kiskoromtól kezdve, hogy körbevettek a hangszerek otthon. Az érdekelne, hogy a neved az honnan jött. Hát, ezt úgy kapta. Mondod. Ja, az apuja is ez. Nagymamám Bécsbe született 901-ben, aztán az egész dinasztiának ilyen ügyes nevei voltak az összes felmenőnek. Ja. De hát én már a gyerekeimnek Péter Balást adtam. Hogyha nem lett volna Beatles, akkor nem tudom, mi lett volna, akkor talán ma nem vagyok zenész, de a Beatles és John Lennon hozta számomra azt az ideológiát, azt a hangulatot, azt a lázadást, ami miatt engem rabul ejtett a zene. Ifjúsági fúvózenekarba kerültem be, természetesen előtte zeneiskolába jártam, és akkor klarinét, és a dobasz később jött, az elég későn, ilyen 14 éves koromban. Szerintem én elég fiatalon kezdtem úgymond tudatosan készülni erre a dologra. Tehát ilyen 11-12 éves koromban már úgy beszélgettük Tamással, akivel másodunk a testvérek vagyunk, így a Grundon focizgattunk, hogy mi legyünk zenészek. Az egész család, dinasztia, mindenki zenész volt. Szeretném én is, hogyha a gyerekeim is zenészek lennének. Tehát ebben nőttem én már fel. És mit mondtak, milyen hangszeren játszál, fiam? Hát adott volt a trombita és a basszusgitár. Tulajdonképpen trombitával kezdtem a zeneiskolai tanulmányaimat. Basszusgitárja apukámnak a szekrényben volt mindig, aztán onnan kiveszegettem, és úgy kezdődött a basszusgitározás. A fúvózenekari barátaimmal, amikor hanyatt vágott bennünk, vagy mellbe rúgott bennünk a rockzene, akkor megalapítottuk természetesen mi is a zenekar tagságából az első kis rockzenekart, nevezzük úgy rockzenekar, és akkor lettem dobos kényszerűségből, mert basszusgitára szerettem volna lenni, de az már volt, aztán mondták, hogy ülj eddig a dobok mögé, és majd amikor elmegy az a basszusgitáros, akkor megfoghatod a négy húrost, de aztán nem ment el, én meg annyira megszerettem a dobot, hogy nem is bántam meg soha a gyönyörű hangszer. 1983-ban játszott először az Iron Maiden Magyarországon. Ez volt az első olyan koncert, ami egy valóban egy vitális, és az akkori kornak egy sztárzenekara, világsztár együttese játszott Budapesten. Nagyon kis koromban nem emlékszem, de 4 éves koromtól már szerettem volna dobos lenni. És volt előtted valami példa, hogy épp a dobot kedvelted meg? Kint dolgozott édesapám Hollandiába, Rotterdamba egy évig, és mi is kimentünk anyukámmal utána, és akkor ott ugye már lehetett látni, Santana koncert volt éppen a tévébe, és Raúl, a perkás dobos ki volt gyúrva, és ilyen nagyon energikusan dobolt, és akkor onnantól kezdve elhatároztam, hogy én is dobos leszek. Ez a koncertélmény egy olyan markáns emlékké vált számomra, és annyira meghatározó zenei élményem volt Steve Harrisnek a fizimiskáját látni ott a színpadon, a basszusgitárral, hogy itt fogalmazódott meg bennem először az, hogy milyen jó lehet a rockzenészeknek és a rockstároknak. Aztán ebből a gondolatból még mindig eltelt jó másfél év, amíg az első basszusgitárt a nyakamba akaszthattam. És mikor kaptad meg az első dobodat, vagy esetleg? Hát azt már ott Hollandiában egy ilyen gyerekdob volt.
papírbőrökkel, persze két napig tartott, úgyhogy ezt gyorsan szétvertem, de aztán apukám támogatta mindig is ezt a dolgot, és hát így dobban nem volt hiány. És miért pont a basszusgitárt választottad hangszernek? Hát talán azért, mert semmiféle zenei előképzettségem nem volt, és így a baráti körömből, akik zenéltek ismeretségi körből, úgy tudtam és úgy tájékoztattak, hogy ezen a legkönnyebb megtanulni. Madarász Gáborral alakítottuk az első zenekarunkat, de hát akkor még nagyon gyerekek voltunk, ilyen 13 évesek körülbelül. Együtt kezdtünk el gitározni, első komoly hangszerünket is együtt vettük az akkori kváróházba, Sopronban, műszaki osztályon, akkor még lehetett hangszert kapni. A tanulásnak egyetlen egyfajta módja volt, hogy saját magam a kazettás magnóról próbáltam leszedni a trükköket, vagy a hangokat. Vagy pedig az volt, hogyha az ember elmegy valakihez tanulni gitározni, és hát akkor volt a városban egy ismert gitáros, Tújmer Géza, akit a városban mindenki csak úgy ismer, hogy Suba. Egy műszerész, édesanyám kórházba dolgozott, és ott a műszerész fiatal ember volt akkoriban még. Ő gitározott, és neki volt elektromos gitárja, le tudott fogni egy torz gitárhangot, meg tudott szólozni, és hát őhozzá kerültünk el, úgymond az első, jó, hát otthon már tudtunk ilyen akkordokat minimális szinten, de úgy olyan szintű gitároktatás, amiből ugye el lehet indulni, az ott történt meg. És gyakorlatilag a gyakorlásnak, a gitározásnak az igazi szeretetét, hát azt ő nevelte belém vagy belénk, mert a Norberttal hát együtt kezdtünk el akkoriba járni. Beatles dalok, meg ilyen akkordozós témákat próbáltunk játszogatni ketten, de mindig összeültünk, tehát a foci mellett így a gitározás az úgy fontos volt, tehát én akkorból lettem 11-12 éves. Ketten voltunk azok, akik elkezdtek gitározni, és hát ő is nagyon szerette a Beatles, hát ez mondjuk nem nagy csodát, akkoriban rengetegen szerették, vagy minden fiatal a Beatles szerette, és én George Harrison, meg John Lennon akartam lenni. Én basszusgitáros akartam lenni, tehát annak idén a Beatles volt az egyik kedvenc, és akkor én voltam Paul McCartney. Előjött az a késztetés, hogy valamit csinálni kéne, hogy megnézni a grundon még, hogy a srácokból, hogy kire lehetne kiosztani a szerepeket. És akkor ott volt Lukács Feri, neki volt egy pergődobja, akkor ugye még voltak ezek az iskolában az úttörő zenekarok, harsonások, meg pergődobosok, és hát emiatt, hogy az úttörő zenekarban benn legyen, volt egy pergődobja, a zeneiskolában járt, tanulta a dobot, és hát ő volt akkor az első dobosa, így az alakuló kis grunt formációnak. Először a kedvenceimet utánoztam, mint mindenki. Nézegettem ugye annak idején a televízióban látható műsorokat, nem volt túl sok, tehát az 1 millió fontos hangjegy, meg a púzus, ami így kapásból eszembe jut, és az ott látottakat próbáltam meg annyira az agyamba vésni, hogy a dob mögött ezeket utánozva próbáltam gyakorolni, és baromi szerencsém volt, mert később, amikor tanárhoz kerültem, akkor elmondta, hogy a kézrend az akár fordítva is kialakulhatott volna nálam, és akkor egy hatalmas nagy munka lett volna először azt elfelejteni, és utána megtanulni a jót, és én ösztönösen egyből a jó kézrenddel tanultam a dobolásnak az alapjait. Akkoriban ment az osztrák televízióba a Moby Dick című film, amit én láttam, és másnap lementem a grundra, és akkor azt mondta a többieknek, hogy mit szóltok hozzá, hogy Moby Dick. Akkor nem is tudtam, hogy kell írni a Moby Dick-et, mindjárt ott a grundon az egyik padnak a támlájára beleírtam, hogy Moby Dick, na, hogy így néz neki a zenekarnév, de akkor még egybeírtam is így betűvel. Megyed az élet, gyerek játék, te jó helyre születtél, engem te lesz az. We'll be right back.
Schmidlik zenekar 1980-ban alapította Sopronban két másodunokatestvér, Schmidlik Tamás és Mentos Norbert. Némi keresgélés után megtalálták társaikat Jancsó Miklós basszusgitáros és Horváth Zoltán dobos személyében. A dobok mögé hamarosan Rozsonics Tamás, a basszusposzt Ragici Kurt érkezett, és ez a felállás zenélt együtt a 80-as évek végéig. Nem vagy te boldog, mert eljön a kaszás, érted? Az első négy dal, amit megtanultunk, az egyik a Led Zeppelintől a Moby Dick volt, hát mindjárt ugye a nevénkhez is kapcsolódóan, akkor a Hobótól a 320-as blues volt, a Beatles-től a Dizzy Miss Lizzy, és egy Shadows nóta volt, az egy instrumentális ének nélküli dal, és ez volt az első négy dal, amit megtanultunk, és ezeket elég jól el is tudtuk játszani, és ezzel a négy dallal volt életünk első fellépése, egy soproni szórakozó helyen, az azóta már megszűnt, akkoriban úgy nevezték, hogy Alm, és esténként oda elég sokan jártok, tehát ez egy olyan népszerű hely volt, és Norbertnek az édesapja az ottani vendéglátó zenekarba szaxofonozott. Végül is az volt az, amikor a lámpaláz kiment, ez akkor nálunk próbáltunk a lakásba, és hát akkor édesapám mondta, hogy na most lépjetek föl. Délután ott nincsen senki, és hát majd a hely az ottani zenekarral, a Pistabával, meg mit tudom, eljátszátok ezt a négy nótát, és akkor megtudjátok, hogy milyen színpadon lenni. Hát egy kicsit azért úgy féltünk a dologtól, de hát aztán végül is mentünk, úgyhogy vittük a gitárunkat, meg a pici kis kézben vihető ilyen 10 wattos kis erősítőnket, és akkor fölmentünk az Almra, és akkor ilyen váratlan esemény történt, mert hát befutott egy kiránduló busz, és mindjárt ott lettek az Alman egy olyan 35-40-en, tehát egy ilyen nagy busznak a közönség, akik aztán bejöttek ugye ott vacsorázni meg. És akkor mi hirtelen ugye megijedtünk, hogy hú, hát akkor köszönjük szépen, akkor inkább halasszuk el egy másik alkalomra, hogy most akkor nem, és hát ott a zenészek megmondták, hogy dehogy mentek, hát gyertek, lenyomjuk. Baromi jó érzés volt dobossal, meg basszusgitárossal játszani, úgyhogy még soha nem játszottunk, de ott egyszerre játszottuk a dalokat, fogalmam sincs, hogy hogy játszottuk. Az első ilyen elementáris élmény nekem a tagokkal kapcsolatban az volt, amikor a Schmidl Tamás gitárost megláttam egyszer az utcán. Tudtam, hogy ő a Mobigbe játszik, hát mondom, jártunk egymás fellépéseire, és egyszer tekerektem az utcán, én akkor már az érettségén túl voltam. A Tamás fiatalabb nálam, még gimnáziumba kellett volna, hogy legyen, ez egy délelőtt volt itt Sopronban a Széchenyi téren. És megláttam a Tamást egy ilyen csíkos hippi nadrágban, napszemüveg, nyakán egy barabi nagy kereszt, és akkor cigarettázott az utcán, és akkor köszöntünk, hello, mi újság, azt mondta, nem volt kedve bevenni iskolába, és akkor lógtunk egyet, együtt beszélgettünk, és szerintem mind a kettőnkben talán ott körvonalozott az, hogy milyen szép lenne majd egy nap együtt játszani. És emlékszem, kérdeztem is, hogy miért van ez a kereszt a nyakadban, vagy hogy vallásos vagy mi? És akkor nem azt mondja, láttam egy nyugati magazinban a Judas Priest a gitárosának ugyanekkora keresztlógot a nyakával. Akkoriban volt egy olyan zenekar, hogy Quantum SB, amiben a Jancsó Miklós basszusgitározott, és ők már egy olyan zenekar volt, akinek több fellépése is volt. Jó is volt, amikor mozibérletet akart váltani, mert elküldték melegebb éghajlatra, meg kellett, hogy mutassa a személyigazolványát, hogy tényleg Jancsó Miklósnak hívják, és kap mozibérletet, ez hihetetlen tehetséges zenész, egy autodidakta basszusgitáros, de valami félelmetes tehetséges. Elmentünk az ő próbájukra, és akkor hát én mentem a villanggitárommal, meg Tomi is jött a villanggitárjával, meg ez volt egy kis erősítőnk is már,
és akkor, na hát, akkor játszatok. És akkor én mai napig én amatőrnek tartom magunkat, tehát úgy mondja, hogy hát nem érzem azt, hogy annyira jó zenészek lennénk, de valahogy akkor, mit tudom, én bedugtok ott a gitárt, akkor én párat nyújtottam, mert aki már tudott akiban nyújtani egy hangot a gitáron, az már barom jó. Milyen nyújtás ez? Hát ilyen megnyújtasz egy hangot, egy kicsit meglebegteted, tremolózod. És akkor a mesterünktől, amiket mutogatod, Led Zeppelin nótákat, azokból játszunk, és akkor el voltak állva, hogy hú. Először valahogy úgy volt a dolog, hogy azért az ő zenekarában is játszott, de azért már elkezdett velünk is próbálni, vagy úgy összepróbálni. Aztán valahogy aztán ott ragadt a Magvidik zenekarba. Sopronban működött jó pár középiskola, de a két leghíresebb gimnázium a Széchenyi és a Berzsenyi gimnázium volt, és akkor ennek a két gimnáziumnak a tagságából alakult ki a Magvidik első formációja, és a Berzsenyiben akkor volt egy ifjúsági napot, akkor még úgy hívták, hogy kisznap, hát akkor majdnem mindenkinek kisztagnak kellett lenni, és a Berzsenyi kisznapon fellépett a Magvidik együttes. Oda mentünk a koncertre, és akkor láttuk észre, hogy Paranoid néven van kiírva a zenekar. Mindegy, Paranoid néven tök mindegy volt, azért meg egy Black Sabbath dal volt. Léptünk fel tulajdonképpen, de Magvidik voltunk már. Akkor láttam őket így először játszani, és hanyatt testem. Hogy tényleg? Persze, nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Baromnál siker volt, a dobos utána ki is szállt, arra emlékszem. Nem tudom miért. Ja, lehet, hogy mert ő erőltette a Paranoid nevet, mi meg a Magvidiket, de valami volt, valami konfliktus helyzet. Mindegy, dobosokkal mindig meg voltunk áldva. De a basszusgitáros srác az maradt, és ő volt közöttünk az igazán zenész, tehát aki, annak egy olyan zenei világa van, ami szerintem úgy egyedülálló, tehát abban az időszakban nagyon sokat tudtunk fejlődni vele. Azt tűztük ki, hogy amit csak el lehet érni, hogy olyanok legyünk, mint a Beatles. Na jó, hát olyanok nem lehetünk, de hát végül is valahogy úgy mentünk neki, hogy nekünk az a példakép is, hogy olyanok akarunk lenni. Elindultunk Sopronba, turnéztunk idézőjelbe, úgy indítottunk, hogy azt hiszem farsangokkal indítottunk általános iskolába, az én általános iskolámba mentünk el farsangra, úgyhogy az egyik barátomnak volt egy ilyen 1880-as évekbeli szekere, tehát egy szekér, a rendes fa kerekekkel meg szekér, amiben rápakoltuk a motyót, igen, és azt húztuk az egyik általános iskolából a másikba, a farsangokkor játszottunk, de ott már őrület volt, tehát olyan szintű őrület volt, hogy a hetedikes, nyolcadikas csajok, mind a Beatles idején sikogatva, a porba feltrengve. Koncerteket akarunk adni, ahol ott van több száz vagy több ezer közönség, és ovációval, lelkesedéssel fogadnak, mint ahogy láttuk a Beatles felvételeken. Tehát végülis ez volt a cél, saját dalokat írni, megmutatni magunkat. Volt olyan, hogy egy iskolában kétszer is visszahívtak benneteket? Vagy akkor ezek szerint nem? Nem, akkor végig turnéztük ezeket a farsangokat. Egyszer is mindenkor. Igen, de nem, de volt olyan, hogy ugye játszottuk a repertoárt, és abban volt egy Beatles szám, és akkor emlékszem, hogy odajött az egyik tanára, hát hogy ezt játszátok el még egyszer, de a többit inkább ne. Az első komoly, az tulajdonképpen a Magvidik volt, igen. Volt. Uh-huh. Az hetedikből kimaradtam nyáron, akkor szóltak a Tamásék, hogy lenne hely a Magvidikbe, hogy lenne kedvem jönni. És hogy ismerted őket, vagy ez ilyen naiv kérdés? Tehát Sopronban, aki zenével foglalkozott, az ismerte a másikat? Na, azért ismertük egymást, főleg a Norbertet ismertem, mivel hogy a szüleink egy zenekarba játszottak. Az első évben csatlakoztál a zenekarhoz, ugye? Nem, 82-ben. Szerintem az elején ez csak barátságról és zene szeretetéről szólt, aztán majd később lett belőle pénz és üzlet. Mennyire később? Hát szerinted már utána? Szerintem már jóval utána, igen. Uh-huh. Tehát akkor még a barátságról szólt. Az egész nyarat együtt töltöttük, együtt voltunk az uszodába, együtt lábtengoztunk, együtt csináltunk mindent. De azért csak szó volt arról, hogy hát azért... Hát természetesen melyik zenész nem szeretne színpadon állni, sok ember előtt is sikeres lenni. Az első közös komoly fellépés, az, ha jól olvastam, 1982 a Liszt Ferenc Művelődési Központ. Hát, hogy pontosan 82-ben volt, én erre már nem emlékszem pontosan, de... Ez az a koncert volt, nem kimondottan Magvidik koncert volt, tehát annyi azért hozzátartozik az igazsághoz, hanem egy Popság nevű rendezvény volt, ahol akkoriban 2 forint volt a belépő. Azt sose felejtjük el, azt a koncertet, szerintem arra annyira készültünk, igen, 1200 néző körül volt teltház,
és iszonyú amatőr volt az egész. Tehát olyan szinten, hogy ott volt a rengeteg ember. Egy szombat délután, vagy kora este érkeztem a művelési központba, és teljesen le voltam döbbenve, hogy én, aki alapból Beatrice rajongó voltam, Hobo Blues Band fan voltam, és ezeknek a zenekaroknak a soproni koncertjeire már kiskölyök koromban eljártam, elzarándokoltam, egy írtózatos tömeg fogadott a Liszt művelési házba, és vagy 800-900 főnyi közönség előtt egy soproni zenekar játszott, és ebben a zenekarban az egyik osztálytársam, a Gici Kurti, és az egy busz megállónyira tőlem lakó Mentes Norbi gitározott, úgyhogy egyébként teljesen lenyűgözött a produkció, nagyon, nagyon kemény rock alapú számaik voltak. És ami jöhetett, az jött. Emlékszem, úgy indult a dolog, hogy az első dobutésnél összedőlt a dobfelszerelés. Akkor utána tönkre ment az ének cucc. Ezt tudod, hogy ők azt mondják, hogy szerintük botrányos fellépés volt. Ez a 82-es, ugye? Hát, de más miatt volt a botrány szerintem. A botrány az azért volt, mert megverték őket, nem? Ez nem volt. A következő meg már barom jól sikerült. Sokszor annyian voltak benne régen, még a Liszt művelődési háznak a terme láncokon lógott. Láncos felfüggesztése volt, és a rendezőknek figyelni kellett, hogy mennyi ember volt benne, mert mikor 1000 emberrel kezdett ugrálni, akkor így elkezdett mozogni az egész épület. Azóta ezt már átépítették. Talán ma vizik koncerteknek köszönhetően. A 80-as évek közepén a Moby Dick két demókazettát is készített, de nem tudta felkelteni a Hungaroton illetékeseinek érdeklődését. 1986-tól Gőgül Gábor mint menedzser érkezett az együttesbe, majd 1988-tól már basszusgitárosként vált a Moby Dick tagjává. A 83-ban készítettétek el az első demót, ezzel mi volt a célotok? Hát most már nem is emlékszem, hogy az 83-ban készült, biztos, hogy akkor készült. Mégis nem is ez a lényeg. Csak... De mi mindig annak voltunk, hogy szerettük visszahallgatni azt, hogy mit játszunk. Akkoriban Metal Hammernak, vagy most a Metal Worldnek az elődje, a Metallica Hungarica volt, ahol megjelent rólunk egy pár demokritika, és ott megjelent a zenekarnak ugye a posta címe, ahova lehet levelet küldeni az érdeklődőknek, és mi meg ingyen is bérmentve egy válaszborítékot kértünk, csak átmásoltuk a kazettákat, és küldtük az országba mindenfelé. Felvettük ezeket a demókazettákat, és először postán elküldtük a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat címére. Mellékelve valami levéllel? Természetesen, fotó és levél. Ami úgy szólt, hogy egy Sopronban működő rockzenekar vagyunk, és hogy ez a stílus, amit mi megpróbáltunk megkonosítani Magyarországon, egy teljesen új
és külföldön is egy friss fuvallat és egy rockzenének az újjászületése. Folytatódott ez a fajta, mit tudom én, egy helyben topogás, játszogattunk Sopron egyik műfázától a másikig. Jött válasz, vagy még az se? Nem, mert szerintem ezeket azonnal azzal a lendülettel, hogy behozta a postás, egyből iktatták a szemétkosárba, azt ki se bontották, az biztos. Tehát ez volt az első kör. Igen, de ilyet jó párat elküldtünk, és akkor rájöttünk arra, hogy sokkal jobb lenne az, hogyha személyesen vinnénk ezeket a demókazettákat a lemezjárba, és természetesen telefonon egyeztettünk időpontot, és Tamással, Smidl Tamással ketten többször is jártunk a hanglemezgyár irodáiba. A Salgóbányára is mentünk, rocktábor, ez 86-ban volt. Ott is nagyon jó helyezéseket értünk el, tehát az első 10 legjobb zenekarban benn voltunk az országban, úgyhogy minden stílusból csak egy volt ott. Kis vonalon eljutottunk oda, ott egyedül mi nem kaptunk kori vizsgát. Igen, ezt akartam is kérdezni. De érdekes, hogy az a két zenekar, aki nem kapott, a Pál utcai fiúk, meg mi, azok jutottak valamire. Sose felejtem el például azt a napot, amikor a Tamással, Smidl Tamással elmentünk a Révbíró Tamáshoz, egy előre egyeztetett megbeszélésre, és egy nagyon pici kis irodája volt, volt egy íróasztal, egy szék volt, meg egy ilyen Orion hifi torony, és akkor mondta a helyet, kínált bennünket, a Tamás leült az egyetlen székbe, nekem megmondta, hogy nyugodtan újra a hangfal, mert ültek ezen már Liszt, meg Erkel, meg Kossuth Díjas zeneszerzők is. Akkor jó, ebből baj nem lehet. És akkor mondta, hogy meghallgatta azt a kazettát, amit küldtünk, de nem az egészet, csak az első három számot. Ugye akkor még nem volt ilyen gyakorlatunk, hogy ilyen szakembereknek nem kellett teljes lemezagot küldeni, hanem hogy egy vagy két szám, mert úgyse hallgatják meg, úgysem foglalkoznak vele. De ő azt mondta, hogy meghallgatta az első három számot, és hogy igazából tetszik neki, de hát ő neki van egy baromi jó ötlete, hogy az kellene, látja, hogy mi fiatalok vagyunk, meg helyes gyerekek, hogy mi legyünk az intellektuális fiataloknak a rockzenekara, de külföldön már biztos hallottunk ilyesmit, hogy valahogy új hullám, és hogy ötvözzük ezt a heavy metal, vagy ezt a rockzenét az új hullámmal, festessük be a hajunkat mondjuk narancssárgára, meg vegyünk fel ilyen rikító cuccokat, és akkor lesz lemez. Azt vettem észre, hogy igazából a zenekar egymással foglalkozik, a produkciójával foglalkozik, csinálják, rakosgatják a számokat, viszont az, hogy hogyan lesz koncert, hogyan lesznek események körülöttük, arra úgy éreztem, hogy kevés az energiájuk, és valahogy elkezdtem ezekről a dolgokról velük beszélni, és 86 volt az első olyan dátum, amit már én szerveztem a Moby Dicknek. Ez egy Link Moby Dick közös koncert volt, és a koncertnek a csattanója pedig az volt, hogy Nagy Ferót megkértem, és Nagy Feró elvállalta azt, hogy eljön Sopronba Beatrice számukat játszani. Például nekem olyan sokat segített a dobolásban, hogy igazából a dobolás lényegét ő magyarázta el. Azt mondta, ide figyelj, a dob az ütőhangszer, benn van a nevében is, ne pöcögesd, üsd meg! És elkezdtem úgy gyakorolni, hogy lejött először vízhólyag, utána vérhólyag, utána már gyakorlatilag csontig kidörzsölődött a kezem, de egy olyan fajta játékmódra jöttem rá ezáltal, hiába tanultam én addig ilyen jazzes technikákat, vagy bármit. Rájöttem annak a lényegére, hogy ebbe tényleg az erő, a dinamika dominál, a rockdobolásnak ez a lényege, és erre a Feró vezetett rá. És ugyanúgy a gitárosoknak is elmagyarázta, hogy ez szar, amit csináltok, fényezzél, nem kell masszat, nyomjátok reszét, mint az állatért. Meghirdettem egész Nyugat-Magyarországon, emlékszem, hogy Csorna, Mosonmagyaróvár, Győr, Pápa vonzás körzettől erre így a nyugati irányba, jó magam mentem 250 darab plakáttal és kis plakát ragasztó vödör öcskével útközben vasútállomások WC-ből engedve a vizet, és ragasztottam ki a plakátokat. De akkor még azért nem volt ilyen plakátdömping, mint mondjuk aztán később a 90-es években, és hát egy hatalmas létszámú közönség verbúválódott össze itt a Soproni Művödési Házba, és egy baromi jól sikerült koncert volt, úgyhogy ez egy olyan indító rúgást adott nekem, ami éreztem, hogy mennyi munkát tettem bele, és hát a kimenet is megvolt mindenféle szempontból. A nagy előrelépés az akkor került 80-as évek második felébe, mikor katonaság után leszerelve Göbl Gábor csatlakozott a zenekarhoz, és akkor egy ilyen tudatos menedzser szemüvegen keresztül látva ő a dolgokat vitte a zenekart abba az irányba, hogy Sopronból kilépve egy országos hírnév felé tudjunk eljutni. Szerinted mi vezetett odáig, hogy te, vagy nem is tudom, téged megkértek, hogy hagyj olyan a Gábor a helyedbe a zenekarba, vagy te felismerted ezt a helyzetet, és azt mondtad, hogy elmész, annyira nem tiszta ez nekem.
Úgy mi volt az oka ennek? Muszáj erre válaszolni? Hát én szeretném. Hát én meg nem. Nem szeretném? Nem. Kurt egyáltalán nem szolgált arra rá, hogy kikerüljön a zenekarból, mert ő egy nagyon jó srác volt, tehát nagyon jó volt szerintem a dumája, végtelenül lelkes volt, és egyébként jó zenész is volt. Mindenben lehetett rá számítani. Gábor akkor már elég régóta menedzselkedett így a zenekar mellett, és ő is elkezdett ugye basszusgitározni. És hát valahogy úgy bevásárolta magát a zenekarba, meg a német trash speed mozgalomnak, a Tankardnak, a Creatornek, a Distractionnek, Sodomnak nagyon komoly népszerűségi hulláma volt, és én valahol úgy gondoltam, hogy Magyarországon ezt még senki nem csinálta, és ezért próbáltam a barátaimat ebbe az irányba befolyásolni, és valahol én egy ilyen vagány gyerek voltam, elég hosszú hajam volt, és hát úgy gondoltam, hogy én jól mutatnék a színpadon közöttük, és akkor lelkiismeretesebben tudnám csinálni a menedzser. Is. Tényleg nem, de muszáj megkérdeznem, hogy ennek azért zenekarra nézve volt egy fájó pontja is, hogy el kellett búcsúznunk az előző bassgitárostól. Aki egyébként neked osztításod volt. Így van, így van, így van. Így nem van. Tudtam. Szóval hogy azért ez olyan viszonás helyzet lehetett, vagy érzés lehetett. Hát ez egy mocskos dolog volt. Tehát ez mindenféleképpen azt mondom, hogy az inkorrektség határait súrolta, de azt tudni kell, hogy ez a fajta kisugárzás, amit én képeztem, tehát a többiek felé, tehát ez volt az a célfeladat, ami ki tudta mozdítani a Mobiliket szerintem abból az alapállapotból, amit egy vidéki, félig meddig már nyilvántartott hard rock heavy metal zenekar ugye nyilvántartották már a zenekar, de ez önmagában kevés volt, mert minden városban volt ilyen zenekar akkoriban. Én azt szerettem volna, hogy a Kurti marad és a Gábor legyen a menedzser, de a Gáborban is van egy ilyen exhibicionizmus, hogy ő meg színpadra akar lépni. És akkor hát ezt a lépést meghúztuk, de hogy mondjam, tehát ha ezt a lépést nem húzzuk meg, akkor lehet, hogy nem lesz soha semmi belőlünk. Annyira Gábor függő volt ez a siker? Hát nem, de ez nem, egy része, tehát ez a fajta dolog az, hogy Sopronból. Nem is tudom, hogy az Eddán kívül most a Tankcsapda tudott vidékről, még abból a generációban elérni sikereket, most már nem ezen múlik, de a 80-as években is Sopronban elérni egy országos hírnevet az, hogy 91-ben már teltházak előtt játszottunk az ország, vagy a Kárpát-medence minden területén, mert már mentünk 90-es évek elején Erdélybe. Ez nyilvánvalóan hozzá kellett egy jó zeni alap, egy ideológia és egy megfelelő szervezés. Mit tartottál legfontosabb lépésnek, amikor már csatlakoztál a bandához? Az osztrák demo felvételt, vagy mondjuk úgy a legfontosabb lépésnek, ami nélkül nem tartanátok ott, ahol most, és neked köszönhető? Hát szerintem egyértelműen az, hogy pénzt tettem bele. Tehát a többiekkel ellentétben én meglehetősen sok pénzt tudtam mozgatni annak érdekében, nem tudva, nem garantálva, hogy ebből a vissza, tehát ugye bedobod a pénzt, de hogy a kimeneti nyíláson kijön-e, azt nem tudta. Tehát magyarul én sokkal nagyobbat rizikóztam pénzügyileg, mint a társaim, mert ilyen szempontból nem tudott demokratikus lenni a zenekar. Volt egyfajta havi tagdíj, ami az akkori időben nem volt kevés, mert 500 forint volt, tehát ez így egy ilyen alapműködésekre. Nagyon sok pénzbe került a zenekarnak a kezdeti ideje, mert a felvételek elkészítésétől kezdődően egyes fontos koncertekre vagy turnékra hát nem tudtunk annyit gyűjteni, hanem olyan helyzetben voltam, hogy ezeket az összegeket én be tudtam forgatni. Ez egy nagyon lényeges kérdés volt, és ez szerintem egyébként a mai napig kérdés a fiatal zenekarok esetében. Tehát aki nem elég szívós, nem rendelkezik valami alap kis pénzmaggal, azoknak sokkal nehezebb a helyzete, ez biztos, hogy így van. Azt tartottuk szem előtt, hogy mi hogy tudunk tovább lépni, és azt meg nem vettük figyelembe, hogy Kurtinak ez meg mit jelent. Ez egy tündérmese, hogy mondjuk aki nagyon tehetséges, az mindenképpen érvényesül?
Szerintem azért az nem tündérmese, hanem aki nagyon tehetséges, az előbb-utóbb mindenféleképpen érvényesül, csak már lehet, hogy addigra kiég, amíg érvényesülni tud. Itt meg megítélésem szerint a Moby Dick együttesnél a zenei tehetség, amit a művészeti szekció hozott össze, Smici a Norbi, és a racionalitás, meg a munkamánia, mondjuk a közös munkamánia, mert annak az is munka, ugye, amit ők csináltak, meg az is, amit én, tehát a szerencsés együtthatójaként emelkedett ki megítélésem szerint a Moby Dick együttes. Tehát mind az egyik a másik nélkül nem működött volna. Hogyha én nem jövök bele a képbe, akkor szerintem sokkal lassabban alakult volna ki a Moby Dick, és nem biztos, hogy azt a pozíciót be tudta volna tölteni, mint amit végül is elértünk. És ez fordítottan is igaz, hogy én a Link együttesbe pumpáltam volna a családi hagyatékomnak egy részét, akkor valószínűleg a Link együttes nem jutott volna olyan szintre, mint a Moby Dick együttes. Távoli keretem, szemzik serege, Jézus nevében áldást azt nem kér. Hiszem a kegyelem, hiszem a vér, bár más mond a szentbeszéd, melyik, hogy összefér, győzködj ki, hogy mit ér, mit félsz. Az útról, mit megszabtam neked, de az ne tér, indulj keresztes ütén. Hagyd az álmod el, és tudod a mesét, tanították régen, jöjj. Itt egy szemtűgyér, most mindent megtehetsz. Itten tartod végén, forra látja a buszkodás szent kereszt, kicsi nem ad átul. A rendszerváltás lemezeket hozott a Moby Dicknek. 1989 Ugas kutya, 91 Kegyetlen évek, 92 Körhinta, 93 Atomtámadás dupla koncert. Közben Rozsonics Tamás elhagyta az együttest, a helyére Hoffer Péter került a dobok mögé. Újabb lemezek következtek. 1994 Fejfa helyett és Memento, 96 Indul a box, 97 Tisztító tűz. A Stonewich előtt ez egy, azt hiszem, egy olyan 9 állomásos turné volt, aki Európában egy nagyon népszerű nyugatnémet zenekar volt, és hát nagy tömegeket mozgatott, mert 1500-2000-es nézőközönségek előtt játszottunk így országszerte, és hát nagy sikerű koncertek voltak, és Szolnokon nekem teljesen az volt a benyomásom, hogy kimentünk a színpadra, akkor még olyan hangszerekkel, ami kevés volt Magyarországon, és hát ilyen Ausztriában vettünk ilyen fellépő cuccokat is. Tehát teljesen úgy néztünk ki, mint valami, nem, mintha nem egy magyar zenekar lennénk, tehát így a hangszerek meg az öltözködés alapján, hanem valami külföldi zenekar, és Szolnokon, a sportcsarnokon kimentünk a színpadra, és elkezdtünk játszani, és szerintem a közönségnek fogalma nem volt a nagy részének, hogy itt most a Moby Dick, vagyis hogy nem a Stonewich jött ki pontosabban a színpadra, ezről nem volt fogalmuk. És kimentünk a színpadra, és hatalmas ováció, és iszonyú kézerdő, és akkor elkezdtünk játszani, és amikor jött az ének, és elkezdtem magyarul énekelni, én akkor éreztem egy ilyen, olyan vibrálást, hogy itt, tehát hogy most volt egy döbbenet így a közönség részéről, egy pillanatra, mint hogyha így ilyen döbbenet, vagy megakadt volna, hogy ez nem a Stonewich, hanem ez a magyar zenekar, a Moby Dick. És akkor rájöttek, hogy ez egy magyar zenekar, és ezt a heavy metal műfajt is, igen, sokan maguknak gondolják azt, hogy ők játszottak ebben az országban először heavy metal zenét, az Ossziára, vagy épp az Ossziára, és a Stressz együttes is. Szerintem lehet, hogy egy időbe kezdtük el, csak nem tudtunk egymásról. 89 legvégén akkor
ugye a rendszerváltás után akkor voltak az első ilyen magánosodások, és az első magán hanglemez kiadó a Proton volt, akit az Enyedi testvérek hoztak létre, akkor nagyon sok magyar, már népszerű, befutott sztárzenekar is átment a Proton kiadóhoz, ott jelentetni meg a lemezt, és Nagy Ferónak a segédletével, beajánlásával gyakorlatilag ő kialakult egy kapcsolata az Enyedi Ernő és a zenekar között, és akkor a Zenyedi Ernő meghallgatásra vagy beszélgetésre hívta el a zenekart, és hát gyakorlatilag ott kialakult az, hogy szerződést ajánlott a zenekarnak. Úgy stúdióztunk, hogy a mínusz 15 fokban mentünk plakátolni, másnap meg mentünk a stúdióba, akkor ugye mi nem Budapesten élünk, a Sopronba, akkor mindig meg kellett szervezni, hogy hol cellázunk. Ez nem volt egy egyszerű dolog, és mindig azt éreztük, na majd, ha lesz lemezünk, akkor mekkorát ünneplünk, és hogy milyen csodálatos, de mindig azon, hogy úttól lenni a boldogság, megérkezni a halál, mikor ott vagy a pillanatában annak a dolognak, akkor nem tud értékelni, sőt, mi a sikereinket se tudtuk értékelni. Mi csak azt tudtuk, ez most furcsán hangzik, mi csak azt tudtuk, hogy elhatároztuk, hogy most már annyit dolgoztunk, ha beledöglünk, hogy akkor is lesz egy lemezünk. És tehát neked nem volt eufória, amikor kezedben fogtad? Nem. Én azt világosan éreztem, hogy ez a lemeznek, ezek a karakteres dalai, ezek annyira elütnek a többi magyar előadótól, hogy egyértelműen sikere vannak ítélve. Úgyhogy például, amikor 90 májusában jelent meg az album, én már április körül elkezdtem szervezni a 90 szeptemberi turnénkat, és akkor az nekünk vagy meglehetősen újdonság volt, hogy nap-nap utáni augusztus végétől szeptember végéig 4-4,5 héten keresztül koncertek, holott még nem tudtuk, hogy igazából durrani fog-e a produkció, vagy nem, de én azt éreztem, hogy menni fog. Az Ugaskutyának már akkora döbbenetes ereje volt, meg a szövegvilágának, meg ennek a műfajnak, amit mi jó időben játszottunk, ez a úgynevezett thrash metal, tehát ez a metalon belül egy kategória, de egy réteg zene, ami akkoriban volt a csúcspontján. 90 elején, február 24-én volt a Dragula nevű fesztivál, ami egy nagyon emlékezetes koncert volt, a Ceausescu bukását követően volt ez a Dragula fesztivál. A plakátokon vámpírfogakkal a Ceausescunak az arcképe volt, és itt több nagy magyar zenekar játszott, amit a televízió is közvetített, és itt elég jó időben, mondhatnám, az főműsor időben játszott a Moby Dick. Hát már nem ez volt az első budapesti fellépésünk, meg a sikerünk, de ennyi ember előtt még nem játszottunk, mert az olimpiai csarnokban legalább 7000 ember volt, és a televízió hát meg még végképp nem közvetített minket. Számunkra is meglepő volt az a frenetikus siker, hogy amikor elkezdtünk, színpadra mentünk, mint a méhkaks, megboldult a nézőtér, és gyakorlatilag a keverőig, tehát azt mondhatom, hogy az az embertömeg, aki ott volt, gyakorlatilag mind villázott. Tehát keverőig ott villahegyek voltak. És ez a televízióban is lejött, közvetített a tévé, és én most ezt nem tudnám megmondani pontosan, de a koncert követő nap, vagy két napon belül a Wilpert Imre felhívta a zenekart, hogy szeretné egy megbeszélésre látni a zenekart, és hát gyakorlatilag ekkor közöltük vele, hogy már lekésett, mert a zenekar leszerdődött az első. Te jó érzés lehetett ezt mondani. Hát igen, akkor már könnyű szívvel mondtuk ezt, mert úgy éreztük, hogy hát igen, hogy akkor sinem vagyunk. Utána rögtön jött a második, bár mondjuk az még talán 40 perces lemez sem 38 volt. Körül van, igen. De mégis hihetetlen, a kegyetlen élet. Népszerű volt. Nekem a kedvencem. Szerintem abba belesűrítettük mindazt, amit erről a műfajról tudni kell. És az azért is egy fontos lemez volt, mert ott kezdtünk el dolgozni a Pusztai Zolival, aki az Aurora szövegírója volt. És olyan szinten találta el a fiataloknak a gondolatvilágát, meg az életérzését, hogy szerintem gyakorlatilag kimondta helyettük azt, ami bennük volt, és ezért tudták annyira magukénak érezni ezt az anyagot. Zeneileg mi meg egy olyan brutálisan kemény anyagot hoztunk akkor létre, hogy az lemosott mindenkit abban az évben a pályáról. Akkorát újítottunk, hogy az a több évre meghatározta szerintem a zenekar sikerét, illetve azt, hogy hát akkorban mi voltunk a rockzene
vezető zenekara, mit tudom én, 95-ig, aztán tankcsapda átvette. De akkor is egy olyan új dolgot tudtunk behozni, jó időben, jó helyen, pont a rendszerváltás környékén azokat a dolgokat megénekelni, hogy érezve a Zoli által, hogy ez a rendszerváltás mégse az a rendszerváltás, mindenki nézett hülyén minket, hogy most mit akarunk itt lázadni, hát mit itt a rendszerváltás, minden jó, és közben ma akkor olyanakról énekeltünk, hogy minden hatalom romlott, forog a rozsdás körhinta, lehet, hogy valakinek így jó, tehát hogy semmi nem változott, vagy fésült ki szemedből a hajadat, manipulálják az agyadat. Az első lemez után, tehát Wilpert Imre újból megkeresett minket. Ő akkor került át a Hungarotontól, ugye a magánosítások révén, meg kezdtek bejönni a multicégek, akkor alakult meg az EMI, akkor még Quint néven, aztán lett EMI Quint, de végül is az EMI volt a háttérben a tulajdonos, és akkor mondta, hogy a Hungarotontól átkerült ehhez a céghez, és hogy érdekelné a zenekar, és hogy nagyon jó feltételekkel úgy gondolná, hogy tudná a karrierünket és a lemez megjelenésünket támogatni. És hát így az első lemez megjelenés után fel is utaztunk Pestre, tehát a Wilpert Imrével tárgyalni, és hát ott több lemezre szóló opciós szerződést írtunk alá Wilpert Imrével, és ezt követően gyakorlatilag a Kegyetlen évek, a Körhinta, a Fejfa helyett és az Atom támadás dupla koncertalbumunk, ezek mint az EMI-nál jelentek meg. Mi a thrash metal mellett köteleztük el magunkat. Aztán, hogy én később a zenekarból elmentem, ennek is köszönhető, mert én másfajta zenéket, másfajta stílusú zenéket szerettem, mint amit a gitárosok. Ők úgy látszik, hogy a modernebb, a kor kihívásainak inkább elegettevő zenékkel sokkal könnyebben meg tudtak barátkozni, mint én, és egy idő után, amikor már inkább a sebesség, meg a rengeteg ritmusváltás, meg ez a brutalitás volt a zenéknek a lényege, akkor én már azt éreztem, hogy ez nem is zenei teljesítmény, hanem sport teljesítmény. Játszottam a Paranoid nevezetű zenekarban, fiatal baráti társaság, idősebbek szintén pár évvel, mint én, de azért én baráti társaság volt. Nagyon jó haverok voltunk, és a Moby Dick előtt játszottunk. Egyre jobb lemezeket kellett csinálnunk, egyre több koncertet kellett adnunk, tehát iszonyatos nagy volt a hajtás. Most ezt nem mindenki tudta feldolgozni, vagy elviselni egyforma mértékben. A Tomival én nagyon jobban lettem a turnén. Úgy raktuk össze a turnécuccot, hogy az én állványaim, és az ő dobszerkója, és ilyen nagyon baráti viszonyban voltunk, és amikor így felkértek, ugye én 17 éves voltam, gimnázium harmadik, akkor pedig ilyen kis gyerek módjára, én nem mertem felhívni a Rózsit, hogy akkor mi van, most tényleg kiszállta a zenekarból, vagy mi van, és akkor ez így egy kicsit elhúzódott ez a dolog, két évig nem is beszéltünk. A zenekar régi tagjaival nagyon jó haverságban vagyunk, a Péter az egyetlen, akivel azt mondhatom, hogy a barátom, és így családilag a mai napig is összejárunk, többiekkel nem. És két év múlva találkoztunk Pestről hazafele egy vonaton, és akkor beszéltük meg, mert közbefelé megjöttek olyan hírek, hogy a Rózsi engem meg akar, Rozsonics Tomi engem meg akar verni, mert hogy kifúrtam a zenekarból. Aztán hát ez ilyen téveszme volt, tehát ő soha nem mondott ilyet, valaki ezt kitalált, és ez jutott el hozzám, és akkor ebből lett ez a szünet, hogy jaj, nehogy találkozzak vele, mert akkor meg leszek nagyon verve, de hál' Istennek nem ez volt. És összefutottatok egy vonaton, és akkor... Igen, és akkor én gyorsan átült, vagy így benyitottam az ajtón, és akkor ő ült ott egyedül a vagon, vagy nem a vagonba, hogy hívják ezt, mondjátok? Boxba, vagy mi az, nem tudom. Kupé. Igen, ő ült egyedül ott, köszönöm, és akkor így megláttam, és gyorsan visszahúztam az ajtót, és mentem tovább. És akkor utána jött, hogy te figyelj, mi van már, mondd, mi a bajod? Hát mondom, te nem akarsz engem megverni véletlenül? És akkor mondta, hogy nem, szó sincs erről, és akkor hazafele megbeszéltük, és meg jó haverok lettünk. A bőr arcodra szára, lassan véget ér a 20. század, kivatva jött a gázával, a jövőnek vége hátra. Szuhansz a lébe, nincs vigasz. Gyilkos harc, mindenki fél, mindenki lázad, ilyen ez a század. Mindenki fél, mindenki lázad, ilyen ez a század.
1998 tavaszán a Moby Dick bejelentette feloszlását, a szünet azonban csak 4 évig tartott. 2002-ben a zenekar újra színpadra állt, és a mai napig aktív. Új lemezei 2003 Golgota, 2005 Se nap, se hold. A Moby Dick 2006 elején a Petőfi csarnokban ünnepelte 25. születésnapját. Világviszonylatban, meg magyar viszonylatban is visszaesett az élőzene, meg az egész rockzenének a népszerűsége, meg ugyanakkor, hogy arról nem beszéltünk, hogy különböző válságok jöttek így a zenekaron belül a tagoknak a magánéletébe. Vagy nem is nevezném ezt minden esetben válságnak, csak úgy másképp alakult így a zenekari tagoknak az élete. Ezt talán felerősödött bizonyos dolgoknak a fontossága így a zenekari tagok életébe, ez talán amiatt is, hogy eljutottak egy bizonyos korhoz, vagy eljutottunk egy bizonyos korhoz, meg annak is, hogy gyakorlatilag a zenekar akkor nem működött olyan gőzerővel, és hogy inkább más dolgok felé kezdtek a tagok figyelni, tehát hogy mert akkoriban azért már mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy azért valamilyen szinten az egzisztenciáját, meg a családalapítást, meg hasonló felépítse. Azért kellett elbúcsúzni, mert mondom, tehát azt, hogy amiről beszéltem, hogy mi folyamatosan fejlődve elértünk egy bizonyos szintet, és utána már egy az, hogy az emberi konfliktusok, amiről beszéltem, az a huzamos együttlét, és akkor, mikor már nem voltak olyan sikerek, ami egy természetes dolog volt, ezek a hullámok, ugye ebben vannak a mindenkinek a pályafutásába kerestük egymás hibáit, hogy ne, ez te miattad volt, akkor ez meg te miattad, ez azért volt, mert ez izé, és nem voltak azok a sikerek, amik ezeket kompenzálják. Mit tudom én, amikor elmentünk Erdélybe játszani, és végigjátszottunk, nem tudom hány koncertet Teltházzal, és utána elmegyünk, és a fél turnét abba kell hagyni, és utána azon vitatkozunk, hogy a bukást akkor melyikünk fizesse ki, te fizess ki, mert miattad te, mert te szervezted, biztos nem azért, mert mit tudom én, ez gond. Akkor nekem ez nagyon váratlan volt, és nem tudtam elképzelni az életemet zenekar nélkül, meg hogy mit fogok csinálni, vagy mit fogok magammal kezdeni. Hangszereim voltak, meg minden, semmi másom. És én akkor tettem elkeseredett próbálkozásokat, hogy hát működjünk egy picikét visszafogottabban, vagy akkor ne koncertezzünk annyit, vagy csak csináljunk lemez, vagy inkább próbáljunk meg a médiákba szerepelni, hiszen van erre is példa, vagy volt úgy akkor így zenekarok között, vagy úgy mondtam példákat is, hát, hogy próbáljuk azért egybe tartani a zenekart. De hát végülis nem sikerült, tehát akkor ez úgy szétcsúszott. Belefáradva azt mondtuk, hogy csináljunk egy búcsúkoncertet, mit tudom én, lehet, hogy hülyeség volt ez, hogy búcsúkoncert, de mindegy, megcsináltuk. De aztán 3-4 évig bírtuk tulajdonképpen, én akkor kezemben nem fogtam hangszert, nem hallgattam meg egy lemezünket, nem hallgattam rockzenét, semmit nem csináltam, de aztán mégis úgy találkozgattuk meg minden, akkor na nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni, és akkor 2000... Mindenkiben benne volt, csak dacusok voltatok. Hát szerintem mindenkiben benne volt, de szerintem úgy együtt nem is találkoztunk egyszer se 3 évig, vagy 4 évig, hogy így közösen. Nekem világéletemben egyetlen egy zenekarom volt. Én megalapítottam akkor 14 évesen a Moby Dicket, és világéletemben a Moby Dickbe játszottam. Én nem tudom elképzelni azt, hogy egy más zenekarba játszom.